Vakler Lajos a Fehérvár Média Centrum munkatársának bevezető gondolataival kezdődött a Vörös Marti Társaság rendezvénye, amely Bódás János a Táci születésű lelkész költő életművének állított emléket. Az esten megszólaltak a lirikus megzenésített versei is, Cserta Gábor és Takács László előadásában. Majd Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke ismertette meg a közönséget Bódás János versbeszőt üzeneteivel. Remélem, hogy azokat a nyomokat, amiket ránk hagytak ennek a nagy generációnak a tagjai például, akikhez Bódás János is tartozott, ezt a nyomot mi nem tudjuk eltéveszteni, hiszen az egész működésünk erről szól, hogy ne felejtsük el az elődeinket, akik fölépítettek számunkra egy olyan világot, amiben benne kell lenni és benne kell maradni. Szurokként ragyog a sár sugarából. Bódás János református lelkész 1905-ben született Tácon, majd a pápai református kollégium gimnáziumában végezte középiskolai tanulmányait. 1930-ban szentelték lelkészé, később pedig segédlelkészként és hitoktató lelkészként is dolgozott. 1939. december 1-én került Székesfehérvárra, és 1974-es nyugdíjba vonulásáig itt szolgált. Az írás mindig is érdekelte, első verses kötete még pápán jelent meg 1926-ban Új titkok előtt címmel. Költészete a székesfehérvári lelkipásztori szolgálatának évtizedeiben teljesedett ki. Bódás János világa ráadásul egy különleges világ. Az tudja mindenki jól, hogy lelkész volt, református lelkipásztor, és az egész költészetét áthatja az Isten tisztelet, az Isten szeretet, az Isten keresés és a vallásosság, és a figyelmeztetés nekünk, hogy mit kell követnünk. Az esten megerősítést nyert, hogy Bódás János költészete az elsivárosodó világban kegyeskedés és hamis pátoszok nélkül küld üzenetet az emberi lélek mély ismeretével magunkról és világunkról, jelenünkről és jövőnkről.